Szevasztok, Mr. Soul vagyok, és ebben a videóban szeretnék megmutatni nektek egy ingyenes hosting oldalt, ahol a doménekre ugyan, de ingyenes tárhelyen lehet weboldalakat létrehozni, rendes MySQL adatbázissal, e-mail fiókokkal, és minden egyébben, ami egy alap cPanelben mondjuk van, és ezt gyönyörű felülettel, ez most újult nemrég, hát nézzünk is bele. Ugye alapból lehet tárhelyeket létrehozni, azt hiszem annyit, amennyit szeretnénk. Nem láttam még sehol kiírva, hogy le van korlátozva. Menjünk csak vissza. Csomag kiválasztásánál, hogy ugye árban sem olyan rosszak ezek a csomagok. 700 forint. Ez most nem tudom, hogy havi díj, vagy... Aha, itt írja szépen. Igen, a havi díja. Lehet 2 évre, vagy 3 évre, és akkor 23.000 forint havi ára, minden hónapban 1300, az szerintem egy egész jó ár. Nem is tudom, hogy... Jaj, nem kellett volna, igen, mert domain, aha, a saját doménre, vagy egy ingyen aldoménre lehet venni. Hát nem egy olyan rossz árban van, de ugye nekünk az ingyenes kell, 2 giga tárhely, 10 giga, 100 GB sávszélesség, 2 MySQL és 2 e-mail? Azt nem tudom biztosan. 2 e-mail fiók, igen. Például egy admin fiók és egy, nem tudom, egy info fiók, és akkor azokkal nem is kell itt használni az e-mail területet, akár lehet itt is, de rögtön át lehet irányítani az e-maileket a saját címünkre. Jó, ez az automatikus kitöltő, ez nem kell. Jó. Akkor legyen videóteszt, videóteszt jelszóval. Jó. Itt nem egyeznek. Akkor csak annyi lesz egy videó. Lehet létrehozatni is jelszót. 1-2-3, 1-2-3, 5. Szóval lehet létrehozatni jelszót. Jelszóhosszal lehet akár 18 karakter, speciális jelek. Létre az egy csomó mindent. Az ezek durvák. Azt nem hiszem, hogy valaki könnyedén föltöri. Lehet ezt is használni szépen. De a teszt erejéig most minek valami bonyolultabbat. Így is már majdnem elfelejtettem. Egy automatikus kitöltés. Jaj, hát 24 óra ember csak egy fiókot hozhatlak létre. Se baj. Ugye előbb létrehoztam egy tesztet, hogy működik-e rendesen. Működik. Jó, hát van egy ilyen webszerkesztő, ami egész pofás. Szóval kiválasztunk egy alap témát, jó, kiválasztottam a legelsőt, és itt át lehet írogatni rajta a szövegeket, képeket kicserélni, és hogy ezeket egy ilyen jó kis szerkesztővel. Milyen hiba? Ja, nincs hiba. Nem. Lehet flash, banner, zene, minden itt van, egy nagyon jó kis oldal szerkezgető. Átírjuk mondjuk, hogy na, magyarra is van átfordítva egy csomó minden, teljesen jó. És akkor így nézne majd ki a weboldal. Nagyon jó. De nekem nem ez kell, igen. Adatokos telepítő. Ott ugye lehet telepítgetni, ilyen WordPress, PrestaShop, akkor BBPress. Ó, itt van minden, tessék. Ilyen code, integer, nem is ismerem a több mint felét. De itt egy rövid kategóriát ír róluk. Kategória szerint régebben lehetett szűrni, most nem nagyon látom. Na mindegy, és akkor így rányomsz, hogy telepítés, megkérdezi az alapbeállításokat, hogy milyen admin fiók legyen, milyen jelszava, meg ilyen alapokat, kitölti a többit, amit már alapból tud, és akkor lehet is használni a weboldalt. Itt meg már előre telepítős zipeket föl lehet tenni, van statisztika az oldalhoz, hogy hányan nézték meg, honnan nézték meg, mennyi volt az sávszél, utolsóan hiba, vannak témák, ezt gondolom ez a webszerkesztős. Igen, tessék, esküvő, ugyanazok.
Jó, keresem pénzt, hát lehet mindenféle ilyesmit. Itt vannak a fájlok is, amik fel vannak töltve. Ó, fájkezelők, értem, ez a C-panel átalakítva már. Nem sokat kezelgettem mostanában, de így ismerős azért már. Ugye adatbázis, kezelgetés, lehet létrehozni ugye kettőt, tehát PHP MyAdminunk. Hát nem is tudom, mit mondjak még az oldalról. Minden van. E-mail fiók ugye, e-mail továbbító, amit én használok például, és akkor ugye az oldal, tesztot bele, elég jó, ki lehet mondani, megegyezni, és akkor admin, és küldj át mondjuk az én címemre, és akkor lehet ilyeneket létrehozni. Hát ugye működik az e-mail része, szóval lehet regisztrációkat csinálni, például nem úgy, mint egy otthoni szerveren, hogy mondjuk e-mail szervert kell telepítgetni, beállítgatni. Itt minden be van állítva. Teljesen jó. Itt írja, miből mennyi használt. Mi a felhasználó, az FTP-n, vagy a MySQL-en. Milyen PHP. Hát minden. Nézzük, mi van még. Ugye lehet domaint is náluk rendelni. Azt én nem szeretnék. Szervert is lehet, ugye VPS-t. Azt nézzük csak hány éves. Ez mindenféleképp 2240. Azt szerintem egész jó, ahogy néztem, hogy milyen a gép. Na. Ja, új szerver. 2,4 GHz, 1 GB és 20 GB. És gondolom ez a 100 megás nettel és 1000 gigabyte sávszéllel annyit lehet ugye el lehasználni, azt hiszem 30 napon belül, de ebben nem vagyok biztos, de az biztos, hogy annyit úgyse fogtok kihasználni, max ha file megosztónak használtok, de azt nem igazán szabad amúgy se, meg minek, van egy csomó. Itt vannak ezek a számlák, hogy mennyit fizettünk. Hát ugye a fizetős van, akkor ez fontos. Akkor ami nekem fontos, hát nekem, hát ugye ami miatt alapból is csinálom ezt a videót, hogy meg lehet hívni embereket, és minden meghívás után, minden meghívott, ha csinál egy weboldalt, használ ezt az oldalt, akkor 30 nappal később én kaphatok ilyen pontot, ami pontokat be lehet olyanra váltani, hogy mondjuk a prémium tárhely ugye egy évre, ugye azt láttátok, hogy az 690 forint havonta, ha 3 évente fizetünk, és akkor az 24 ezer forint 3 évente, az olyan 10 ezer forint egy évre kb. És akkor 10 ezer forintot meg lehet spórolni, és csak 3 meg felhasználat kell hívni, ez teljesen jó, és hármasával meg lehet újítani, szóval ez az, ami nekem kellene igazából, hogy tényleg, hogy bármennyi adaton fölférjen, ugye korlátlan lemezterület, sávszél, ugye adatbázis is végtelen legyen. Persze lehet minden nap csinálni egy újabb fiókot, és akkor lesz kettő, meg kettő, meg kettő, meg kettő. Tehát jobb, ha minden egy helyen van. A linket azt így bemásolom, de a videó alatt is ott lesz. Ha erre rámetek, erre a linkre, akkor már is lehet itt regisztrálni, rendelje meg most. És akkor beírjátok itt az alapadatokat. E-mail cím, jelszó, jelszó. És az alábbi karakterek ugyanállam le van tűjtve most. De azt beírjátok, fiúk létrehozás, és kész, és e-mailbe küldde, amit kell, és lehet használni az oldalt. Megköszönném, ha általam regisztrálnátok, hogy nekem ugye legyen ez a kis prémium. És hát azért is osztom meg ezt a videót, vagyis ezt az oldalt, mert szerintem egy nagyon jó, sokkal jobb, mint egy ATV, egy UV, vagy nem is tudom, mik vannak még most így Magyarországon, így elterjedtek. Ez egy jó, és ingyenes, és most magyar is, direkt nekünk van csinálva, tessék használni. És ha lehet, akkor általam. És mondjátok az ismerősöknek is,
Ha lehet, nekik is az éllinkemet küldjétek. De ha nem, akkor tieteket. Na mindegy. Ennyi lenne az egész kis videó. Hostinger.hu, ingyenes webtárhely. Remélem végignéztétek ideig a videót, és ha igen, akkor köszönöm, regisztráljátok, és további szép napot. Szevasztok!